Kisteleki Dórának megadatott a művészi tehetség privilégiuma. Ez azódhatott abból, hogy igen kreatív családba született. Édesanyja kiváló selyemfestő, édesapja jeles előadó művész, Zsuzsa nővére szintén fest, Dávid bátyja pedig olyan polihisztor, aki a bankszakmától a paradicsom termesztéséig sok mindenhez ért. Természetesen a genetikai kódoltság, a talentum mindenhez kevés lenne, ezért nem árt, ha a tehetség szorgalommal és kitartással párosul. Ő ilyen alkotó. Mikor ihletett meg Juhász Ferenc költészete, mert hogy neki szentelted ezt a kiállítást? Így van. Hát nagyjából 18 éves lehettem, amikor megismerkedtem a költő műveivel, és ez édesapámnak köszönhető, mivel hogy az ő kedvenc költője Juhász Ferenc, és amikor elkezdtem Vörös Sándorokat illusztrálni, akkor így ők javasolták nekem, hogy olvassak egy kis Juhász Ferencet, és megtörtént, és hát borzalmasan le voltam nyűgözve, tehát egyszerűen teljesen magával ragadott ez a világ, amit Juhász Ferenc képviselő, így nem is olvastam hasonlót, de azóta sem. És hát akkor úgy éreztem, hogy mindenképpen illusztrálnom kell, foglalkoznom kell még ezzel, mert így hasonló volt az ő képi kifejezése, mint az én kis részletgazdag képi megoldásaim. A legtöbb kép az úgy történt, hogy egy bizonyos vershez készült, de benne van így az egész Juhász Ferenci és Kisteleki Dóri ötvözte dolog. Ez a Szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában című vershez készült, és hát tulajdonképpen ez a legfrissebb munka, tehát ez volt az, amit még így, hát még két napja is még ezen dolgoztam, hogy így tökéletesítettem, és hát nekem elég, nem tudom, sokat jelent ez a vers, majd olvass el mindenki, ajánlom. A versről nem fogok beszélni, mert az úgysem az én dolgom, de ez egy nagyon, nagyon fontos számomra az egész, ugye az üzenete, a vívódás benne, és hát a szarvas, szeretjük a szarvasokat. Tehát. Szerintem egyik sincs igazából befejezve. Mindegyiken tudnék még dolgozni. Nyilván így kész vannak valamilyen szinten, de mindegyik képen még tudnék dolgozni, javítani. Tehát, hogy bennem van azért ez a vágy, hogy hú, ott az még nem jó, és akkor így egy kicsit javítgassam. Úgyhogy ez is olyan. Abszolút. Nekem most ez úgy érzem, hogy ez így kb. Egész életemre kitarthat ez a téma, tehát hogy vagy legalábbis úgy gondolom, hogy amiket majd így ezután fogok készíteni, azokban is ott lesz Juhász Ferenc valahol, hogyha nem is tudatosan, akkor így, tehát nagyon így belém ivódott. Kisteleki Dóra képszerkesztési elve hasonlatos Juhászéhoz. Munkái virtuális terébe, mondom, hogy virtuális, hiszen sokszor sem alapot, sem hátteret nem jelöl ki, így lebegtetve a művet, számtalan apró, részletgazdag motivumot, fragmentumot telepít, melyek vagy önkényesen vannak párosítva, párbálítva, vagy pedig asszociatív úton juthatunk el a mű megfejtésig, dekodolásáig. Kisteleki világjában, akárcsak Juhász makro univerzumában bármi megtörténhet. A valóságot meghaladó, a valóságon túli, a mesék és a csodák birodalmáról vezető úton járunk, ahol semmi sem lehetetlen. Minden megvalósulhat, álmaink realizálhatók lesznek, a verbalitás a vizualitásba vált, a kép kilép a keretből, szárnyalni, áradni kíván. Magyarul, stilárisan ebben a barokkosan, szecessziósan gazdag fogalmazásmódban egyértelmű, hogy egy ábrázoló, figuratív, szürreális világgal állunk szemben. Egy olyan világgal, ahol a madár férfivá változva lombkoronát növeszt a fején, ahol az édes vattacukor kalodává változik, ahol egy béka trónol a kerti széken, ahol egy pegazus a felhőn húzza vibráló színű kacatjait, szemetét, ahol halak repülnek a szélben, ahol ketrecéből kitör a magány, ahol egy fiú szarvassá változik, ahol égő pontok, pöttyök, organikusan nyújtózkodó pacák terjeszkednek a semmi partján. Juhász Ferenc, az engem néző Isten. Kötporfényben néz az Isten. Állok,
örök lét szagában, testemre fort halálinkben, ólom elmúlás igában. Nézd, mint páncélóriás szarvasbogarat kezében, sírdomb hátú, rózsalilás, vasgépet, űr tenyerében. Ahogy én néztem az erdőt bújó kíváncsi gyerekként azt az agancsos vasfelhőt, állt, és nem tudta, mi történt. Hiszen a mohos fatörzsről vettem le, szinte letéptem a posgásid északzöldről gyönyörűség állatgépem, mert ízelt lábai végén ős erő kezeske horgok. A hasból nőtt szölöpkévén kéregbe sült horgoncsontok. Néz az Isten, ahogy én őt, ámulattal néz az Isten, mint én az erdőben felnőtt páncélbikát tenyeremben. A homlokcsontból ágazó agancsszarvak vasbozontját, s alul szárazon virágzó ikra almák parázsdomját. Néz az Isten, ahogy én őt, ámulattal néz az Isten, mint én az erdőben felnőtt páncélbikát tenyeremben.